Sziasztok, én Szilárd vagyok, és ez itt a Logitech C922 webcam unboxing. Kezdjük is a külső dobozzal, egy sima kartonba jött, minden milyen webshopból jött. Remélem minden, ja, csak a cím látszik, az a lényeg, de szerintem annyira nem volt közel, hogy látható legyen. Úgyhogy nyissuk ki, és el kell mondom nektek, hogy azért akartam ezt a kamerát, nem a faszverésért, hogy a legújabb, meg a legjobb minőségű webcam, meg ilyen hülyeség, hanem tényleg, hogyha már az ember áldoz annyi időt a saját szabad idejéből, hogy másokat szeressen szórakoztatni, akkor úgy gondolom, hogy ezt olyan minőségbe tegye, hogy az vállalható legyen. Én nem azt mondom, hogy mindenkinek a legjobb minőségű streamet kell lenyomni, meg full HD 4K, meg ilyesmi, de azért egy olyan minőséget szeretnék én tartani magamnak, tehát én visszanézésemet is szeretném jobbá tenni, élvezhetőbbé, hogy olyan minőségben fogok streamelni, és olyan minőségben fogok nektek tartalmat gyártani, amíg a világ, legalábbis az én csatornámon, ami egy minőségi tartalom, nem is csak maga az én beszédem a minőségi, hanem ugye a képminőség, hangminőség, szeretném, hogy kicsit jobb legyen és élvezhetőbb nektek is. Na, ott tartottunk, hogy van egy külső doboz, ebbe adtak levegőt, ugye ez fontos. Eleinte azt hittem, nem is volt még ilyen se benne, mert annyira lötyögött benne a másik doboz. És hát srácok, itt van egy nagyon kicsike dobozka. A lényeg, mindjárt ebben van egy számla, az nem fontos. És igen, nagyon kicsike dobozka ahhoz képest, hogy milyen nagyban küldték. Azért akartam ilyen kamerát. Nekem azért volt egy fontos dolog, hogy ez már egy sokkal strapabíróbb és intelligensebb kamera, mint az elődje, ugye, ami kb. Majdnem minden videósnak van, a C920. Igen, ebben a kategóriában a felső kameráknál, tehát a jó minőségű webkameráknál konkrétan egyeduralkodó a Logitech, vagy Logitech, ahogy tetszik. És szerintem ez a kamerával is azt tudták bebizonyítani, hogy emberi áron, mert valljuk be, azért egy jó kamerát ilyen áron azért eléggé jó megszerezni, főleg egy vadi új, garanciás, minden együtt nem használtam. És volt egy akció, képzeljétek el, nem említem a webshop nevét, de ezt az újabb modellt, ugye mindennel együtt, ebben van ugye kis tripod, minden szírszar van hozzá, tehát ezt a legújabb modellt a régi árán meg tudtam venni. Tehát nem akarok konkrét számokat mondani, de legalább egy 30-40%-kal olcsóbban, mint más boltban. Volt egy ilyen hétvégi akció, meg tudtam venni szerencsére, és érdekel, hogy mi van benne, szóval bontsuk ki. Én szeretem mindig szépen óvatosan, mert édesapámnak volt egy olyan mániája, hogy mindig kidobálta a dobozokat abban a pillanatban, hogy kicsomagoltad. Én szeretem megtartani, jó, egy idő után túl sok helyet foglal, én szóval nem lehet minden dobozt megtartani, de azért hogyha akármikor szükséged lehet egy újabb dobozra. Na és akkor, hát egyből, nem sok szigeteléssel, itt van a kameránk. Tehát így van, ebből így találkoztak a kamerával, így van benne a dobozban, látjátok. Szerintem azért nem megy olyan nagy biztonság, tehát látjátok, ennyi védi a kamerát. Én úgy gondoltam, az jobban be lesz csomagolva, sőt semmi fólia meg ilyesmi. Jó, nem azt mondom, az a legfontosabb, de azért többre számítottam. Ugye először én kiszedem, mert fejjel lefelé elég néz kiszedni, és akkor utána meglátjuk. Azért azt most már kell mondanom, hogy baszott jó súlya van, tehát érződik rajta a minőség. Tehát így, és nem akarok hülyeségben, biztos meg van leírásban, hogy hány gram, meg minden, de úgy az érződik rajta, hogy igen, ez már technika, tehát nem akarok itt zörögni. Nem tudom, mennyire látszik. Nem akarok annyira belezoomolni, mert úgyis csak Full HD-val veszek fel, tehát azért pixelessé válik. Így néz ki a webkamera. Igazából ugyanúgy néz ki, mint az elődje, tehát a C920. Annyi a különbség ez, és a
a között. Ugye ezt már inkább streamen is találták ki, tehát ebben azért egy, ha nem is nagyobb látószög, de egy olyan látószög van, ami ugye streamereknek ugye esetleg zöld háttér, esetleg más dolgok, de ugye ebben a videóban lesz bemutató is, tehát amikor ezzel fogok venni, bemutatom a kép minőségét, meg a hang minőségét. Szóval én azt mondom, ahol tartottam, ez egy streamereknek kitalált kamera, benne is a nevű, hogy Pro Stream kamera. Ez már tud 720-ban 60 fps-t, 1080p-ben pedig 30-at. Ennyi a nagy különbség a elődje és ez között, hogy 720-ben ez már tud 60 fps-t. Na mi van még a dobozban? Hát itt van egy ilyen kis ilyesmi. Na, ezért is látszik azt, hogy mindjárt mondom, ezért is látszik a srácok, hogy ez tényleg egy pro kamera és streamer, hogy így nem látszik, de ki fogom takarni. Kapsz a Premium Expertre egy 3 hónapos előfizetést mellé. Ezt én nem is tudtam, de a Premium Expertre kapsz egy 3 hónapos előfizetést, itt a kód meg minden, az enyém. Nem kapjátok meg. Úgyhogy ami még fontos, hogy mindjárt mondom, tehát látszik abból, hogy tényleg streamer kamera. Itt úgy gondolom, hogy már nem lesz több, de nagyon jó kis minőség doboz, tehát érződik az anyagán is. Nem tudom, láttátok, valószínűleg be fogom majd ide kis kártyába rakni, vagy ide kártyába rakni. Az még nem egy kezdeti fázisban lévő mikrofon unboxing, és annak is ilyen kis faszal műanyag dobozoltál, annak még kicsit jobb minőségű, de nagyon jó a tapintása a nem műanyag hülyeség a papírnak. Na, és itt van ami másik fontos dolog nekem, és én úgy gondoltam, hogy már csak ezért megéri, ezt nem adják az előző modellhez, ez egy kicsi asztali állvány, aminek annyi a szerepe, hogyha te esetünkben alulról akarod venni magad, most nem, jelzem, nem szék magasságban ülök, kicsit alacsonyabban ülök, tehát ennek nem így kéne lennie, hanem tehát kb. Így vagyok, hogyha rendes székbe ülnék, ugye most a kanapé lejjebb van. És ezzel tudom rögzíteni, és ez egy sima kis tripod. Ezt, hogyha lenne kis eszem, és kinyitogatnám maxra. Ez egy tripod, látjátok. És az a fasza benne, hogy ez, ami nekem a későbbiek fontos lesz, mert nem csak játékot akarok streamelni. És ez, amit látjátok itt az alján, nem tudom, hogy mutassam, így mutatom. Itt is van egy ilyen felfogató kis anya. De az a jó benne, hogy nem ilyen gagyi, mint én láttam egy-két webkameránál, hogy ilyen egyedi szabvány. Ez egy szabvány. Tehát az összes létező kamera állvány ezt támogatja, tehát ilyen csavarral van. És azért jó ez, mert mindennek kompatibilis. Tehát én későbbiekben például, most, ami most van állványon a kamera, arra is rá szeretném tenni, akkor ez nem fog problémát jelenteni, mert ugyanúgy fog működni vele. Leszedjük ezt a kis fóliát róla. Igen, ezt leszedem innen, mert nagyon az örök. Ugye az USB-v. És hát így néz ki. Még erre nem is értem, miért raktak ilyen fóliát. Így ennyi a kamera. De érződik a súlyán, hogy az olyan minőségű. Itt gumitappancs, de még ez is úgy nézem, hogy ez is állítható, ugye, hogy a monitorra szeretnénk rárögzíteni. Úgyhogy ennyi egyelőre. Ez nagyon jó kis, hogy hozzáadják. És ennek is itt, hát mondom azt, hogy gumírozott a talpa, de nem. Inkább ilyen puhább műanyag, ami ugye a csúszás próbálnál. Most ezen az anyagon, ez egy ilyen lapka, vagy nem tudom milyen nagy az anyag, de ezen olyan csúszós. Megnézzük majd, hogy rendes faasztalon hogy néz ki. Nem szeretném túlmagyarázni a dolgokat. Úgy érzem, hogy ennyi a lényeg, és akkor majd most, ugye ezeket majd elpakolom innen, és akkor majd most jövök egy teszttel. Itt vagyok, srácok, eltelt egy nap, most már úgy érzem, hogy úgy beállítottam úgy, ami nekem szükséges. Az elején annyira kiverte a fény az egészet, hogy így tiszta hófehér voltam, tehát nem volt ilyen kis visszafogott ilyen mat része, hanem ilyen vakító verőfényes volt azért, mert az exposure-t, nem tudom, expozíció talán magyarul lefordítva, telibe verte, tehát ki kellett venni az automatikát belőle, tehát az is automatikusan állította.
és meg is tudom mutatni végül is, úgyhogy ez úgyis ilyen teszt videószerűség, úgyhogy ha én annyit akarok, hogy visszaálljon, akkor látjátok? Tehát ez lesz. Most ha kiveszem belőle az automatikát, akkor pedig így város rá kell kicsit. Na látjátok, és így szerintem sokkal normálisabb, azért visszafogottabb, de mindent lehet állítani, tehát látjátok, lehet sötétíteni, ez már túl sötét. Ezt nem is értem, tehát ez a valóságnál már sötétebb, mert sokkal világosabb van. Tehát ez szerintem a korrekt. Ilyen, ez lesz a kép. Nagyjából úgy érzem, hogy ez tök jó, tehát amennyiért meg tudtam venni ezt a kamerát. Full jó minőség, most Full HD 30 FPS-be megy, streamek, ugye már 60 FPS-es streameket fogok csinálni, így az 720p 60 FPS lesz. Ennyit tudok én tenni. Amit még meg szerettem volna mutatni, ugye most a Blue Snowball mikrofonom megy, és mindjárt lépek innen, és mindjárt meghallgatjuk, hogy milyen az ő konkrét mikrofonja. Na most róla hallhattok, tehát most látjátok a hangváltozáson, hogy milyen. Szerintem, én már visszahallgattam egyszer-kétszer, szerintem teljesen vállalható, ez már sokkal jobb minőség, ugye hallgattak a visszajelzésekre. When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty shield. Tehát az elődjének igazából valami kriminálisan szar minősége volt, és szerintem ezzel is tök jó el lehet lenni. Egy korrekt mikrofon, az árért teljesen megfelelő. Ezzel a mikrofonnal fogok streamelni, szerintem ennek a mikrofonnak tökéletes a minősége ahhoz, amire én szeretném, ugye nem énekes szeretnék lenni, hogy nagyon csodálatos minőség, ez tökéletes, mármint ugye a Blue Snowball. Én ennyit szerettem volna elmondani. A negatívumok annyi, hogy nincsen szoftveres támogatás, tehát nem igazán lehet konkrét felvevő program nélkül használni. Tehát úgy, ahogy látjátok, ezt még akartam mutatni, ugye most jó a fókusz. Na látjátok, ezért vigyázzatok a súly visszatevésével. Várjál, így talán. De annyira belelógok. Mindegy. Tehát hogyha rosszul teszitek vissza a súlyt, ez lesz belőle, srácok. Látjátok? Becsípődött kicsit. Nem fáj, nem azért mondom, hogy katona dolog, de igazából, hogyha rosszul teszitek vissza a súlyt, ilyen nagyon elég gyakran elő szokott fordulni, úgy már olyan 20-30 ilyen becsípődésen, meg körömleverésen, meg ilyen mindenem túl vagyok. Ezekkel hozzá kell szokni, ugye nem is igazából erről akartam beszélni, maradjunk a kameránál. Annyi a lényeg, hogy szerettem volna mutatni a programot, ugye, amivel lehet egyáltalán használni, de nincs. Tehát konkrétan semmilyen hasonló programot nem találtam, most OBS-sel veszek fel, nem lehet nagyon mással rögzíteni ezzel a kamerával. Nagyon meglepődtem, hogy semmi háttértámogatása nincs, hardveres van, tehát hogy adják ki a frissítéseket hozzá, de nincs egy olyan, hogy a Logitech oldalról letöltöd, és akkor tudod állítani a minőséget, az FPS-t, ilyen nincs. Csak egy külön felvevő programmal tudod használni. És szerintem azért ez eléggé gáz, nem? Én belegondolok, én adtam volna azért az embereknek egy ilyen programot. Más negatívum nincs, minőségét látjátok, szerintem kiváló egy webkamerához képest. Úgyhogy ezzel fogok sok videót csinálni és streamelni. Én Szilárd voltam. Ha tetszett, akkor iratkozz fel és lájkolj, és találkozunk a következő videóban. Szevasztok!